Sziasztok, én Marci vagyok, ez pedig egy újabb LTS 2 gameplay lesz. Végül bármilyen is belekezdünk, hallgassuk meg Jaksót. Illetve nem, hiszen nincs felvéve fuvar. De itt vagyok Budaörsön. Ócsára kéne vinni fuvart. Hát, ha van. Jó estét kívánok! Én az önök GPS-e vagyok a továbbiakban. Szívesen állok rendelkezésre, amennyiben japán partnereket valakinek meg kell hánnia. Végül minden nőt un valaki, ahogy szokták volt mondani, és ez ügyben rendelkezésükre állok bármiben. Kevésbé vagyok jó, de abban is segítek némelyikon, hogyha útvonalat szeretnének választani, de abban azért ritkában forduljanak hozzám, ha szabad kérnem. Egyet nem bírok, nem, bocsánat, kettőt nem bírok összesen. A kompon hányok, ha lehetséges, akkor arra nem menjünk, vagy arra választanak egy másik hangot, illetve azt gyűlölöm, de attól kifejezetten rémült vagyok, hogyha elmegy a GPS-vétel. Kérem, biztosítsa folyamatosan a GPS-vételt, egyebekben pedig jó vezetést kívánok, és jó hangulatot, és japán nőt. És a gesztő, Laci, elmondtad, addig át is érte, hogy a másik helyre. Balra, kormány, balra, megyünk balra. Egész jó, te figyelj, egész jó időt futottunk, így nézegettem az órát, hogy mennyi idő alatt csináltuk meg ezt az egész várost. Ha, egész jó volt, komolyan. Anyu, csak az iskolában Rambónak csúfol a többi gyerek. Jó, majd bemegyek és elintézem. Hagyd anya, ez az én harcom. Köszönöm szépen, Laci, az útravalót. Bocsát, srácok, csak ez... Csak hát ez az hátrénye ennek az egérnek, amit én használok. Illetve... Tudom, hogy mostában nem nagyon volt videó. Én azt sem tudom, hogy ez a videó mikor fog felkerülni a csatornára. De az biztos, hogy most egy jó darabig. Sokat ülsz autóban? Nem lesz nagyon tartalom, mert... Most azért is tegyszerűen megkezdte a 12-et, úgyhogy... Fordulj balra, szerintem. Ez most egy kicsit most nekem... Most balra fordulósat játszunk. Kemény menet lesz, és... De most erre vagy már... Jobban figyelnem kell. Szerintem enyém balra vagyok. Jól teljesítsek. Ebből az érettség készülünk majd. Ajaj, ne, itt is már körül kéne néznem, de szerencsére sajnos senkit nem látok. De szóval tudom, hogy jöttem ki. Meg igazából... Pont valaki rölt fel egy Minecraft videó. A 13. rész, ugye? Szeptember 18-án. Dorsátok, hogy nem volt benne több videó azúttal a pécsi Mavretrojtégéről, de tegnap én ott voltam. Jó nem volt, az is. Menni, kicsit Pécset is felfedeztem. Most ezt felfedeztük, mert egy barátommal voltam. Dezső, jobbra. Tök jó volt a Retrojték az, és végre valahára ki tudtam próbálni a BB motot. Azzal a tovább nagyon régóta akartam utazni. Úgyhogy végül a zengő. Nem, mikor ugye a zengő... Arra, de most, nem most, hanem picit később. Akkor tudtam vele utazni Pécsről hazafelé. Most balra fordulósat játszunk. Ne vágódok felé, nem fogok elébe vágni, mert az nagyon szabálytalan lett volna. Úgyhogy gyere be, srácok! Ugye 2022-ben több érdemes balra tartani. Retro hétvége már nem lesz.
Se jobbra, se balra, egyenesen. És akkor irány fel az M1-re. Jaj, az M7-es van. Kihajtasz a jobb oldalon? Fokozatosan adtam neki a féket. Jó. Ja. Most már ne idegszeljek azért. Fordulj balra, szerintem. Jó, itt... dobok egy balost. Senki, így van. Tehát amennyiben sem senki nem jön, akkor kapásból ki tudok ide kanyarodni. Tehát lehetök jön ide 102-es útra. Tudod, mit csinál az emberrel egy ütközés egy ilyen sebességnél? Hát ős arcok, tegnap nagyon elfáradtam. Ja, nem ezt akartam aktiválni, hanem a... mert hogy reggel a 753-assal mentünk ugye Kertiből, tök jó, hogy Zengőben mentünk, Zengő IC-ben jöttünk. Szóval annyi változás volt a dolog felé a programban, hogy nem B63-as vitte a Balatot, hanem egy V43-as, tehát Gigant helyett Siri volt tegnap reggel. De tényleg jó volt. Azért értem, és hát... és hát visszamentünk ugye Keltibe. Szerencsére nem kellett hazavatoztunk, mert hogy... Ez az, Bubi! Nyomjad neki! Haza tudtunk kocsai jönni, fontosabban apám hazahozott minket kocsival. Hamarabbat is még hazavittük, aztán utána... jöttünk. Aztán utána már... majd menjél balra. Nem most. Itt hol voltunk. És akkor az volt, hogy... jó, még... index, balra, kormány, balra, megyünk balra. Ugye akkor voltam... még... tehát ugye akkor ugye tudjátok, fürdés meg hasonlunk. És hát utána még... egy-két dolgot megkezdtem a telefonon, szerintem... ja, és hát szerintem... tehát még egy-két dolgot megkezdtem, aztán... lassan már... el is aludtam, mert tényleg elfáradtam nagyon. És nem tudom, este
mi történt velem megint. Úgyhogy arra keltem. Fázok. Tehát ez biztos, hogy panikban esetek, ezt már tapasztaltátok, hogy szeretjétek pihenni, aludni, és akkor arra keltek fel, hogy be vagytok takarózva. Menjél szépen egyenesen tovább. De még így is fáztok. Jó, most nem néztem körül. Tudom. Egye. Őket amitos még nem lakoltam, srácok. Hogy... Valamelyik nap jövök hazafelé vonaton, tudjátok, suliból. Elmegyek itt a befőt, hallgatom a zenét. Szoktam, egyébként én úgy szoktam hazafelé jönni vonattal, hogy zenét hallgatok. Tök. Ez az a tevősen szól. Zenét hallgatok. És akkor még a telefonon szoktam nézni Facebookot, a híreket, hogy mik vannak. Hogyha van valami, amire felfigyelek, akkor azt megnézem. És hát, amitől leblokkoltam, az volt, hogy kikerült YouTube-ra az új... Közepermálom vagyunk, hát az új Mitzvaszkó filmnek az előzetese. Igen ám, de ez egy horror. Én megnéztem azt a trailert. Melyik állatnak jutott eszébe ezt a filmet megcsinálnia? Megcsináltok azt a trailert, csak saját felelősségre nézzétek meg, mert kegyetlen. Tényleg az. Tehát az biztos, hogy én azt a filmet meg nem nézem. Esetleg mehetnénk lassabban. Tehát én biztos, hogy azt a filmet el fogom megnézni. De akkor is. Nagyon durva. Mutatta, hogy a szájtársamnak is egyébként ezt a trailert. Hát ő is nagyon csodálkozott rajta, hogy ezt így mire felmegy, hogy ezt miért. És az a durva, hogy ezt a filmet megcsináltják, mert elvileg a Disney-vel lejárnak a jogok, vagy valami ilyesmi volt, nem tudom. Úgyhogy... Na, az tényleg nagyon túlra cucc lesz. Én értem, hogy van légzsák, de ennyivel? Hoppa, annyira figyelek a beszédre, hogy nem figyelek arra, hogy mennyivel megyek. Hát kösz. Ismerős az a környék. Vagy itt születtem, vagy ide jártam nőhöz. Mindjárt jobbra menjünk. Istenem, Laci. Lassan már megnyitva. És állom, de jobbra! Ez a legjobb. Az egyik legjobb. Légnyomás túl alacsony. Ténye. Ott jöttünk át. Valahol ott van egyébként az üvegtigris. Ajjaj. Én nem vagyok benne biztos, hogy ilyen rohadt gyorsan kéne menni. De nem károsult ott a trailer. Kocsi, illetve rakomány sem. Akarsz csinálni egy 300 ezer forintos számlát? Nem, bár... Most nekem a... Ebből... Bár most nekem a játékban az a 300 ezer, nem fájna annyira, szerintem. Hogyha megnézzük, mennyi van, az már 121 millió lesz. És nem tudom egyszerűen, hogy... Annyi pénzt én ebben a profilban mire fogok majd elkölteni, mert... Kamionfejlesztésekre még kell várni. Pótkocsi fejlesztésekre kell majd várni. Még... Amíg ott... Addig ugye... Mi van? Átvesszük az autót pirosra? Bele. Belül? Pilis Csaba. De ezért jó ez a mod egyébként. Az vagy nekem mi? Testnek a kenyér. Sikerült úgy belőnöm szerintem a fészkemet, hogy látjátok a visszapillantót is. Igazából jobbra. Csak a visszapillantónak a tartóját takarom ki. Egy-két dolgot.
Ne a beszédre figyelj, hanem a vezetésre, jó? Akkor menjél te! Várja már, Rivekós, ez itt nem akar menni. Na ne! Ugye ez a Scania sem megy neki. Jó. Ezt jól megcsináltam! Mennyi helyen van? Sem ennyi szinte. Jó. Nem tudom, hogy ő látja, hogy én jövök. Látja. Jó. Jó van, már engem ide be fogtok szorítani totálba. Bocs mindenki. Jó van, gyertek már szempel. Jó. Jaj. Jó. Kerülővel megyek. Nem. Jó, hogy nekem itt az úti célom. Ó, more. Jó. Azon legyük gondolkodom, egy... hogy a GPS-eket miért rakják mindig háttal a kilátásra. Ezt hát ezt megbeszéltük, Laci. Jó. De itt a negyen szerző akna. Azt kapok érte 8 milliót. Úgyhogy most... teszünk egy kisebb kört, srácok. Úgyhogy... de hogy ezekkel csak a bal szerencse? De hogy ezekkel a pótkocsi és terautókkal csak a bal szerencse jön rám, az biztos. De annyira figyelek a beszédre, hogy ne figyelem az utat. De csak itt a játékban nem. Innes balra, kormány balra, megyünk balra. Itt be, izé, növényesbe. Az első dolgom, aminek itt... vagy hát az első dolgom, aminek el kimennék, az egy fa lenne. Körülbelül. Most balra fordulósat játszik. Jó. Oha. Jó, hogy nem borult meg. Kösz, neked volt eszed, hogy így... lelassítottál és elengedtél. Átrógtam. Nem. Itt nem szabad előzni. Még szívesen megőzni, de most nem teszem meg. Szerintem még egy-két fuvart vagy ebben a videóban leszállítok, aztán ennyi. Lesz, hogy... ja, csak 15 perce. Pff. Akkor ez nem lesz egy túl rövid videó azért. Hungaroring, az. Na majd valamikor az F1 2020-ban. Pff, de még azt a játékot is van. Most ebben elhanyagoltam. Lehet, hogyha ezt a videót legyomtam, akkor fogok az a játékkal játszani. Jaj, de bugolj be, köszi. Uha. Alacsony légnyomás, azt írja nekem a kamion. Kit izgat? De nem még egy picit gyorsan, csak kérdezem. Közben visszaértünk Tényére. Menjünk balra, vigyázz a falra. Remélem ezúttal ott a kereszteződésben nem lesz káosz. Úgyhogy itt balra pedig beköszönnék egy házba. Menjünk el.
Jaj, az egerem nem bír magával. Mi van az egeremmel most? Miért viselkedik ez ilyen furán? Ez nem túl régóta van meg. Egy éve sincs. Azért jó. Azért nagyon jó, hogy ilyen gyorsan is tudsz menni. Meg az egér, illetve meg a billentyűzet. Mert azokat én tavaly karácsonyra kaptam igazából. A billentyűzetet meg az egeret. Meg hát ugye a Nintendo Switch-et. Ó, oda néz, egy csík fákból. Azt... De ha már így ezekre a cuccokra kitértem, még egy utolsó gondolat a headsethez, hogy amióta megvan, azóta nagyon sűrűn használom, nagyon szeretem használni, de ha esetleg bármi történne vele, remélem nem fog, akkor a dobozt azt meg kellett, hogy tartsuk, illetve a... Nekem tényleg mindegy, hogy mennyivel mély. Blokkot is. Én végül is egy viszonylag strapabíró tombban vagyok. De biztos vagy benne, hogy te is. És ezóta már körül fogok kinézni. Gratulálok. Én meg ugye álmomban szeretnék meghalni, mint a nagyapám, és nem üvöltve sikoltozva, mint az utasai. Szeretem ezt a vidéket. Nyugodj. Majd mindjárt jobbra fogunk fordulni, addig tarts ki. Ha szeretőd legyek én, jobbra megyünk te meg én. Na, végre. Kösz! Szerviz még biztos, hogy nem ez Pilisvörösváron. Persze, hogy nincs. Budán? Ott van. Jó. Akkor Észak-Budára át fogunk venni szervizbe. Hogyha másra nem, akkor erre fogom majd elszólni ezt a... Tehát gyakorlatilag a fuvardíj egy része az most be fog menni a szervizbe. Tök jó. Jó, most már fixen az egerem. Felkapcsolódnak egyébként. Azt meg is mutatom nektek, srácok, gyorsan. Majd, ha parkóban leszek, majd ott most. Nem akarok ezzel foglalkozni. Pilisvörösvárra megérkeztünk. Átjáró, nem jön vonat. De most igen. Azt azért megvárom. Aztán majd meg is mutatom nektek is a tetőkiegészítőket. Csak kincsenjük a vonatra, hogy milyen. Ja. Egy tervat. M40-essel. És kamionszállítóval. Na ez egy újdonság. Igen. Ezek a tetőkiegészítőim. Na. Nyomás tovább, mert sosem érünk oda, aztán. Mint el fogom mélázni az időt. Főleg, hogy itt most éppen zöld a lámpa nekem.
hittem be a hasit. De jó, hogy kiteltett hasit egy kencennel. A regybát is jöttem itt. Itt majdnem kiindexeltem jobbra. Nem tudom miért. Azt kikötök ott izé. Épületben, bódéban. Boltban, akármi is volt ott. Na, DHL-ből DHL-be. Azt hiszem. Igen. Ah, egy köralakú dolog, amiben bele lehet menni. Mások hiány. És miért kell a körforgalmat, azt ilyet... nem normálisan mondanod. Na, most menj. Na jó. Ezzel volt orra is most. Bocsánatot kérek, srácok, hogy egy bejelentés nélkül aktiváltam mind a kettő légkürtöt. Ó, oh. Igen. Ez a kellemes része a dolognak. De jó, jó, hogy itt nincs tábla. Újra tervezés. Nem kell újra tervezni, Laci, mert ide kell igazából érkeznünk. Na jó, autót a parkolás. Oké. Okay. Akkor megyünk szervizbe. Oda. Menjünk hosszabb úton. Engem választok. Na, nem újra tervezek. Nem is egy újra. Egy másik hangot lehetne? Nem. Újra tervezek, nem is egy újra. Ötre. Van valami egyéb szándékod és Laci? Jaj. Jaj. Úristen. Jó, adjuk. Ezt mindenki engedj el. Ezzel meg lehetett, ne... amit... még most mondanék, azzal meg nem szépíteném a helyzetem. 129 millió volt nekem a játékban. Olé, ezt ad el a körforgalom. Ha, a második kiárat, muy bien. Milyen akcentus ez? Várjatok. Nem tudom, ez milyen akcentus. Na mindegy. Ja. Fékezzél, öreg. Én tempomattal jövök. Látod a második kiáratot? Ha? Azon hagyd ki. Na most menj! Szerintem te veszest a pedálok nem igazán köszönhették meg szerintem, amit én itt most elkövettem. Ja. Én nem vagyok benne biztos, hogy ilyen rohadt gyorsan kéne menni. Nagyon sok egészek még ezek az üzemanyag árak, srácok. Nagyon sokáig. Meghoztak erre a határozatot. Szilveszterig. Tehát szilveszterig marad a hatósági ár. Bár ugye néhány... Azért jó. Azért nagyon jó, hogy ilyen gyorsan tudsz menni. Élelmiszer termékre, illetve pár. Most hát ugye, amik most be vannak termékek áraza, azokon marad, illetve az üzemanyagon is marad a hatósági ár. Tartsunk balra, az jó lesz. És aztán egyébként majd balra. Jó.
Köszönjük. Balra, szerintem. Ja, várjátok, itt is van egy szerviz. Én melyiket jelöltem ki? Hupika, én egy másikat jelöltem. Mindegy, elmegyünk oda. Szerviz, szerviz egyre megy. Meg így legalább egy pici részek felfedezünk, hogy a térképből. Meg én szeretek átjárókon áthajtani, nem tudom miért. Mondjuk nem 106-tal kéne közlekedni az ötös részen, igaz? Fricikém, jobbra megyünk. Én nem vagyok Fricike. Helyzetek, én most balra. Jó. Igen. Megyünk el, balra. Hát ezt megpodcastom. Gyorsan lekövetesz az út. Na, itt is ott már a hév közlekedik. Az vagy nekem mi, testnek a kenyér. Mindjárt jobbra megyünk. Újra tervezzem. Á, hogy ezt az átjárót nem ismeri. Ha szeretnél, a játék. Én. Aha. Jobbra megyünk, te meg én. Dezső, utána enyhén jobbra megyünk. Van ott kuplerá? De meg se Frici, se Dezső, jól van. Na jó. Belenézni a baloldali tükörbe, arra kell tartani. Köszi. Legalább a buszsofőr elengedett. Na. Szabálytalan módon ugyan te. Ide értünk. Vagy tudok módosítani rajta? A kamionon? Főként nem alvázat, nem? A motorból. Dog. Tehát kap egy jobbot, az egy 440 lóerős motor lesz, hogy kap. A váltót azt nem tudom köze. Ez a főke marad. Nyilván marad a Vaporers, tehát az nem is kérdés. Ugye tényleg, hogy miket tudok rajta módosítani. Gyakorlatilag, hogy nézzem. Mást nem nagyon. Yeah. Ja, belül valamit. Na, jaj, oda tudok rakni egy párnát, ezt nem szeretnék. Ez marad így, ahogy van. Jó, hát akkor áttekintés. Ja, akkor megkapja az erősebb motort a kamion. Én pedig még egy fuvart nézek, szerintem. Most úgy döntök, hogy innen GPS segítséggel mondjuk, de elmegyek Ócsáig. Vagy nem tudom. Úgyhogy van pár telpés, hogy be kéne járni. Mindjárt nézek fuvart. Vállalkozói? Hol vagyok? Észak-Buda. Na, Martonvásár. Aha, nyilvánvalóan azt mondja, nem szeretném. Zsámbék. Esztergom. Nézd fémet. Irány Esztergom. Jó reggelt, Vietnam! Isten, Laci! Hát üdvözlek az új fuvarban! Egyem a szívedet! Na ez... Index, oh. Balra, kormány, balra, megyünk balra. Tervez újra!
Bejövök az átjáróba. Na, fabrikál neked a bácsi egy új útvonalat. Szépet, fényeset, szélesed. Jó, hogy rajta tud maradni. De aztán nem elszúrni áll. Fabrikál neked a bácsi. Érdemes balra tartani, de ha rátetszik rántani a kormányt az ifára, akkor nem én voltam. Kezdjük ott. Néhány rövid időt. Ebben a játékban. Most balra fordulósan játszunk. Nincs ifa. Oké? Nem arra tudom rárátni a kormány... Kormányt, hanem más autóra. Kell menni, de tényleg. Újra tervezés. Jaj, nyilvánvalóan igen, hát ezt az átjárót nem ismeri valami miatt a GPS. És aztán enyhén majd balra. Menjünk el, balra. Jó, hogy nem jött Havennek, most örülök. Úgyhogy most sietünk a telephelyre, hogy vigyük a Ford Esztergomba. Szép sebesség, gratulálok. Én meg ugye álmomban szeretnék meghalni, mint a nagyapám, és nem üvölt a sikoltozva, mint az utasra. Elföld szinte átrepült, nem? Ja persze, kivelek a csomapírságok, nem büntethetnek. Szerintem. Hogyha áthajtuk a piroson, meg balesetet okozásáért, tényleg, hát... De csak bekapcsolva a forgalmi pírságok. Miatt a függetlenül károsodik a kamion. Mozogy, jobbra. Mit keres a kecskén, kobra? Forduljon most egyén jobbra. Igen, ismerős a duma. Index balra, kormány balra, megyünk balra. Egy GPS-nek ez a legszebb pillanat. Pocstasó, hogy átmentem rajtad kamionnal. Megérkezés az úti célhoz. De érted? Megérkezés az úti célhoz. Hagy mondjam el még egyszer. Megérkezés az úti célhoz. Várjatok már egy kicsit. Befolyásolja a pótkocsit. Tehát befolyásolja az árat, tehát a pénzt, amit kapok a fuvarit, a pótkocsi. Na ezt rakjátok össze, srácok. Hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy engem választottak. Köszönöm. Ezzel számomra olyan, mint a legbecsesebb díj, és hát az is tulajdonképpen nyilván százalékom van ezekből a dolgokból. Tehát jó utat, jó szurkolást kívánok, és mindenképpen balesetmentes közlekedést két feltétellel. Egy, nem megyünk kompra, mert azon hányok. Másrészt viszont a GPS vétel sosem szűnik meg, mert akkor elbizonytalanodom, és borzasztó dolgokat fogok mondani. Még egyszer tehát jó vezetést kívánok önnek, és balesetmentes közlekedést hát amennyire lehet. Köszönöm, Lacikám, arra fogok figyelni. Jobb lába gázon, bal lába jobban mehetünk. Nem. Várjatok. Egy piac türeltek, kérek srácok, azonnal visszajövök. Itt is vagyok, srácok, visszatértem, csak egy kicsit a pedálnál a kábel engem megszivatott. De megyünk tovább Esztergom felé. És akkor ez lesz az utolsó fuvar ebben a videóban. Mert ez a... Aja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 j
tart 39 percnél a sacskán. 39 percet most értük el. Gyakorlatilag egy 5 másodperc. Ott van a különbség. Úgyhogy a differencia. 150.638 forintos bevétel sofőrömtől. Szerintem ebben a pénzből majd fel fogok venni még egy sofőrt és egy kamiont tudok neki venni. 123,9 millióban srácok, ezt okozunk már egy kamion és egy sofőr simán kijön belőle. Na,
válasz, hogy meg fogom nézni a for után. Hogy... vagyis az értékelés a sofőrömnek, arra kíváncsi vagyok. Hallottam a bad kürtöt a játékban. Vagyis a mozdony kürtöt. Akkor itt még, hát még a 10-es főúton. Irány Esztergom, ugye? Az első kijáratot megtalálod? Hajtsd ki rajta. Természetesen megtalálod, és itt nem fogok megtenni 6 kört. Na most meg. Ebben a körforgalomban. Na, hasítsunk, amennyire tudunk, 70-nel. Várjátok, rossz gombot nyomtam. Valahol a játékban megtaláltam a repülőteret egyébként. Ott... most... aha. Szerintem itt. Ez a ponton. Ez a részen. Na majd egyszer oda el fogok menni kamionnal. Mármint játékon be, és azt, hogy majd megmutatom nektek, srácok. Amit mostanában összeszenvedek az, hogy ezt a, hogy a magyar bonat telepítsem. Ne haragudjatok, hogy abban most nem volt most 10 tutorial videó, de... Oh, oda néz, egy csíkfágó. Az most egy külön szenvedés. Oh. Na most a második kijárat, az a jó. Sajnos ezt megváltoztatták a bot telepítések a menetét. Már nem úgy 7 óra 4 van este. Mindig elfelejtem, hogy itt nem kell indexelni. 9-en lehet menni. Na ez egy erőteljesen sárga volt viszont. Ez egy erőteljes sárga volt. Az, hogy többször is nézzenek vissza, hogyha akarjátok, de ez sárga volt. Én nekem is úgy láttam. De majd ezt... de majd amit felhetett ez a... csatornán a videó, illetve még azelőtt ezt vissza fogom majd nézni. Vörös arra elhagytam. Hoppaszi! És az IC. Hát gondolom IC volt. Vagy személy. Vagy sebes volt, vagy gyors, vagy akármi. Szerintem. Na? Most emelkedővel. Ja, meg a 5-ös tábla. Pont mikor rá tudtam volna lökni a tempomatot. Esetleg mehetnénk lassabban. 9-re. Akkor már nem jött össze. Ott így párra várták a buszt. Thank you.
gyakorlatilag srácok, én már mindent megemlítettem, amit akartam ebben a videóban, úgyhogy... Hát, tényleg... Igazából... Beszélt vagy a Retro végéről, arról a filmről, azt engedjük el, meg minden. Tehát még azért én szeretném folytatni a YouTube-ozást, tehát... Tényleg... Januárban kezdtem el foglalkozni a csatornával, tehát nem túl rég. Majd, hogyha már ilyen több éves lesz a csatorna, meg minden. Kösz, hogy megálltál. Legalábbis elkerülöttük a borzalmas balesetet. Ez közel volt mondjuk. Megérkeztünk Pécs-Jász faluba. Na még 16 kilométer. Mi van? Átvesztjük az autót piros? Nem. Belül? Mindent mondtam még, srácok, ezt pont most ugrott be nekem, mert éppen az volt, hogy... Hogy már mondtam volna, hogy jó van, akkor leállítom a videót, és akkor én befejezem a fuvart. De beugrott még valami, hogy... Hova szeretnék még menni jövő héten. Még megálltam melyik nap. Pénteken vagy szombaton. Mindkettő nap igazából lesz ez az esemény. Most nem a srácok, nagyon sokat szoktam hallgatni a tankcsapdát, és hát ez kapcsolódóan 23-án és 24-én lesz a Budapest Parkban majd koncertjük. Úgyhogy... Az, hogy még megálltam, melyik nap lesz, de... Megpróbálok majd menni. Meg szeretnék próbálni majd oda kimenni. De az, hogy még meglátjuk. Átéptünk közel Komárom Esztergom megyébe. Leányvár. Az igen. De nem még egy picit gyorsan, csak kérdezem. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy ez az a dolog, de szeretnék majd menni arra a tankcsoda koncertre. Meg egyébként a telefonom van rajta, és van a legjobb éreg album is. Meg egy csomó másik. Hozz vagy nekem mi, testnek a kenyér. Hoppá, kicsit viszket. Jobbra megyünk. Viszketek. Úgyhogy... Igen. Dezső, jobbra. Hát egy bátyám mutatta meg nekem a tankcsapdát, aztán utána... Onnantól kezdve már nálam nem volt megállás. Egyébként én csak a régebbieket hallgatom tankcsapdából. Volt jókor jöttem oda se, mert ki egy vonat. Egy csörgős tervonat. Pontosabban egy tervonat, ami csörgővel van kiadva. Azt, hogy még megálltom, hogy melyik nap fogok menni. Köszi, hogy elengedtél. Mert... Én tervezek. Tényleg. Akarsz csinálni egy 300 ezer forintos számlát? Nem. Én most költöttem egy kisebb vagyont ugye a motorra. 5.43. Na tegnap ekkor voltam én már utcán gyalog, reggel, ugye? Mentem a balthoz.
Hát az, hogy nem vagy gyenge. Tehát a keleti Pécs, Pécs keleti távolság vonattal összességében az oda-vissza 474 kilométer volt. Csak az a vonalon, amit megtettünk. Tehát, hogy ez egy picit hosszú volt. De megérted, nagyon jó volt tényleg. Tegem hazafelé sikerült kicsit voltod aludnom. Kedvencem jön, a körforgalom, a nyerő az első kiára. Esztergom. Érkezünk. Elég erősen. A 11-es főúton. Remélem meg fogjuk hamarosan pillantani a bazilikát. Szerintem az benne van a játékban. Az esztergomi bazilika. Ah, bár nem úgy voltam élőben. És gyönyörű volt. Tényleg. Jó, ott kötöm az ő példáját. Esztergom. Ja, hogy nekem itt kell majd leraktam a fart. Hát akkor... Várjatok? Jaj, annyira jó! Szeretem ezt a játékot! Megjöttünk a célhoz, képzeld el, képzeld el! Ott! Látjátok? A két fa között? Hát ott van a bazilika, mindig az. Jól van. Mondjuk úgy nehezen tudunk elindulni, hogyha a féket is nyomom, nem csak a gázt. Hát én ezt oda nem fogom berakni. Nem autót a parkolással megoldom. De mi a helyzet, Erikkel? 1,7-es csak az értékelése. Ajjaj. Aha, jól van. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, srácok, a figyelmet, hogyha tetszett nektek a videó, akkor a lájkot és a feliratkozás azt ne felejtsétek el, illetve kis csengőt se felejtsétek el bekapcsolni, hogy első kézből tudjatok minden videóról kapni a YouTube-tól egy kis izékét, hogy hellóka, valami videó csatornán. Úgyhogy köszönöm szépen, srácok, hogy itt voltatok, hogyha tetszett a videó, akkor az... akkor baj ezt, hogy jelzétek, és akkor tudni fogod, hogy szeretnétek hasonló tartalmat látni a csatornán. Úgyhogy én Marci voltam, és akkor találkozunk a következő videóban. Sziasztok!